A horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság Zágrában elfogadott jegyzőkönyvében került rögzítésre, hogy a két kormány határozott és komoly lépéseket kíván tenni a két országban élő nemzeti kisebbségek helyzetének a javítása érdekében. Ennek több szemmel látható nyoma is van. Például infrastrukturális fejlesztés van folyamatban a Laskói általános iskolában, Pécset pedig horvát színház épül. Nemrég újabb előrelépés történt. A horvát állami költségvetésből nyújtott támogatásból saját székházhoz jutott több magyar egyesület is. Ez az impozáns épület 1911 óta díszíti Sebse főutcáját. Megélt már szebb napokat is. Ma még elhagyatottan áll, de hamarosan ismét a falu ékességévé fog válni, és terebélyes szobái és udvara újra benépesül. A HMDK Sebsei alapszervezetének régi álma vált most valóra. Ez az épület mostantól a saját székházuk, melyet a horvát állami költségvetésből nyújtott támogatásból sikerült megvásárolni. Ennek az egész háznak egy történelme is van. Az 1890-es években volt épülve a Magyarország segítségével, és újra magyar kezekbe, vagy magyar nép fogja használni, és azt szeretném üzenni a sebseieknek, vagy minden sebseinek, hogy ez a ház mindenkié, és ez a ház azért van megvásárolva, hogy használjuk, minél több ember legyen. Tényleg itt mindent meg tudunk találni. A pincétől, a szőlőskertől, gyümölcs, van halastavunk, úgyhogy boldogok vagyunk, hogy otthonra találtunk. A terveink pedig a tetőszerkezetet szeretnénk először átrázni, átlécezni, belülről a szobákat egy kicsit rendbe hozni. Nem olyan rengeteg belülről a csináltatás, de van az él. Úgyhogy munkaakciók lesznek egész évben, mert nagy a terep, úgy kaszállás, rendbe hozni a halastavunkat, úgyhogy nem lesz unalmas az idei év, vagyis a következő évek sem, és remélem, hogy ezt mindent végbe tudjuk vinni, és együtt fogunk dolgozni a szebb jövőjé. Laskón ez a romos épület került a horvátországi magyarok demokratikus közösségének birtokába, amely egykor közösségi házként működött, de mára ez az objektum a falu egyik leglepusztultabb pontjává vált. Közösségi ház hiányában az elmúlt években nem volt a faluban megfelelő hely sem rendezvényszervezésre, sem arra, hogy a fiatalok összejöjjenek. Ezért az egykori ifjúsági otthonban újra otthon teremtenek nekik, és persze a falu többi lakosának is, akiket sok szép emlék és számos rendezvény köt ehhez az épülethez. Itt vagyunk a régi Laskói Kultúrotthon előtt, amit sajnos lássuk, hogy jelenlegi elég rossz állapotban van. Valamikor az volt a falunak a gyöngye, a falu központjában itt voltak a lakodalmak, szóval minden rendezvények, nem tudom, régi hagyománya van az épületnek. Sajnos egy 5-10 év ezelőtt az épület privát kezekbe került, és így elvesztettünk rajta a használati jogot. Sikerült megvásárolnunk az épületet, ami a HMDK-nak a tulajdona lett, az országos HMDK-nak. Két egyesület is székhelyet kapott benne, a Laskói HMDK és a Laskói Ifjúsági Egyesület. Az épület által lesz kicsit alakítva, úgyhogy az első részében az ifjúság egyesületnek csinálunk egy konditermet a fiataloknak, hogy legyen hogy gyülekezni. A kisebb része egy kis terem lesz, egy fogadóiroda, a domnak meg a nagy része. Kis átalakításokkal megmarad akkor a nagyságban, hogy volt is. Hogy a falu visszakapja az épületet, ami volt, ez volt az elsődleges célunk, ami sikerült is, úgyhogy végre a falu központjában nem egy romhalmaz fog állni, hanem újra egy újraépített, felfejlesztett épület. Tudjuk folytatni a számos rendezvényeinket, ahogy a tavaszi halfőzőt is, hogy nem sátorba kell megtartunk, ám lesz egy ifjúsági otthonunk, de itt van az őszi halfőzés, a falunapok. Laskón hagyomány volt a vadászbál is, ami az utóbbi 5 évben nem
de nem tudtunk hol tartani, és nem tudták a vadászok hol megszervezni. Neki is már felajánlottunk, hogy az ősz folyamán nyugodtan kezdhetik szervezni a vadászbálakat is, de itt vannak a nyugdíjasok is, akiket is szívesen látunk. Ma is 19-ére tervezzük a megnyitót, akkor akarunk egy ifjúsági balac, vagy egy falu balac szervezni, ahol mindenkit szeretettel várunk. A sepsei és a laskói után a HMDK Pélmonostori Alapszervezete és a Magyar Katolikus Nőegylet székház problémája is megoldódott. Eddigi bérelt épületükből most saját helyiségbe költözhetnek. Hát nekünk az új székházzal nagyon nagy terveink vannak, mert nekünk a 15-20 év alatt nem volt otthonunk. Volt, de úgy, hogy bérelt helyen voltunk, és az nem a bérelt ház, az bérelt ház, és nem érzed úgy, hogy a saját otthonod. Tehát itt minden olyan lehetőség most megadatik, ami a kultúrával, ami a vallással kapcsolatosan, hogy itt azt mind meg lehet, véghez lehet vinni. Ugye? Hát ötletben meg gondolom, hogy a fiatalok, hogy majd ők lesznek azok az utánpótlás, aki majd ezt tovább viszi. Mert jelenleg nem is lehet úgy elvárni a fiataloktól, hogy most akkor, akik munkában vannak, az azért nem ér rá, akik meg a túl fiatalok, azok még nem csinálhatják ezt, amit mi csinálunk, de mi ezt nagyon szívesen mindent, amit a kézi munkától, a vallással kapcsolatosan, minden nagyon szívesen átadjuk majd a fiataloknak. És most helység lesz, tehát van hol. 2017-ben több millió kunás beruházások valósulnak meg a horvátországi magyarság számára a fontos egyesületekben és intézményekben. A pélmonostori magyarok örülnek a lehetőségnek, hogy a horvát kormány anyagi támogatásával a működésükhöz szükséges saját helyiséghez jutottak. Nagyon örültünk neki, mert most már igencsak sok-sok éve más házba dolgozunk. Úgy gondoljuk, hogy ez egy megfelelő otthon lesz a foglalkozásainknak. Már kiterveltük, hogy fönt az emeleten biztos lesz egy kiállítóterem. A felújított fonószéknek meg lesz a helye, és azzal is tudunk foglalatoskodni, úgyhogy már a tervek megvannak, remélem, hogy erőnk is lesz ahhoz, hogy ezt véghez is tudjuk vinni. A székházak megoldják ugyan a településen tevékenykedő magyar egyesületek problémáját, de ezzel még közel sem fejeződtek be a befektetések. A lehető legrövidebb időn belül lakhatóvá teszik őket, hozzájárulva ezzel az ott élő magyarok közérzetének javításához is. Az ügyben Jankovics Róbert, a horvátországi magyarság parlamenti képviselője elmondta, hogy az idei fejlesztéseknek gyors és szemmel látható eredményei lesznek. Megértést találtunk a horvát kormánynál, és gyorsan, már az idei év első felében sikerült az állami költségvetésből olyan anyagi forrásokat elkülöníteni, amelyek lehetővé tették, hogy az első fázisban három magyar település, dávosszegi magyar településre megoldjuk az itt működő magyar egyesületek infrastruktúrális problémáit, és bízunk abban, sőt dolgozni fogunk azért, hogy a következő hónapokban, illetve a következő években az összes olyan horvátországi magyar egyesület, amelynek olyan gondjai vannak, hogy nem tudnak tartós székházat, állandó székházat működtetni, vagy nincs is jelenleg az, megoldjuk. Én köszönöm szépen elsősorban a horvát kormánynak, hogy ilyen gyorsan megértésre találtunk, és köszönöm szépen a magyar kormánynak, amely kiállt mellettünk hosszú éveken át, hogy ilyen helyzetbe juthassunk Zágrábban, és bizonyítja ezt a nemrég megtartott horvát-magyar kisebbségi vegyesbizottság is Zágrábban, amelyen mindezeket a jogot rögzítettük is, mint a magyar és a horvát fél kötelezettségeit, és ebből nem csak mi horvátországi magyarok fogunk jól járni, láthatóan jól járni, hanem a Magyarországon élő horvátok is jól fogok járni, és bízom benne, hogy ez a két nemzetnek az együttműködése, illetve a két kisebbségnek az együttműködése a két nemzeten keresztül hozzá fog járulni ahhoz, hogy a megromlott magyar-horvát viszonyok javuljanak gyorsan mindkét nemzet érdekében, és bízom benne, hogy az egész Kárpát-medence érdekében.
Az Otthon vagyunk projekthez tartozik még, hogy a tervek szerint az idei évben megépül az Új Magyar Képesújság és a Drávatáj televíziós műhely új épülete is, mely a HMDK beljei székháza mellett kap helyet.